használatba vételi engedélymásolat vagy épp nyugdíjba vonuláshoz szükséges munkaidőigazolás. Két olyan dolog, amelyek beszerzését a levéltárakban intézhetjük. Szerencsére egyre több ilyen dokumentumhoz juthatunk hozzá online is, erre az ügyfélkapu a legpraktikusabb és leggyorsabb felület. Az elmúlt egy évben a megyei levéltár rendezvényei is átköltöztek a virtuális térbe, ahogy számos közművelődési tartalmat, több adatbázist és forrásválogatást is elérhetővé tettek. Ugyancsak az interneten mutatják be a hamarosan elkészülő, immár 22. évkönyv tanulmányait havonta egy-két alkalommal. Az idei évkönyv egyébként rendhagyónak számít, az ugyanis az elhunyt kollégáknak állít majd emléket, derült ki a 35 perc szerdai adásából. Egykori levéltárosok, levéltárigazgatók, helytörténeti tanácsadónkkal kapcsolatos, illetve az ő kutató munkáikkal kapcsolatos tanulmányok kerültek ebbe az évkönyvbe. Térben és időben is elég tág az a perspektíva, amiben ezeket bele lehet helyezni. Így vannak térben nem csak a mi térségünkre vonatkozó, hanem akár Csallóközre, Erdélyre, felvidéki részekre, Kárpátaljára, Nyugat-Magyarországra vonatkozó tanulmányok is, időben pedig hát a középkortól napjainkig. A szakember arról is beszámolt a műsorban, hogy a közel két évtizedes múltú helytörténeti pályázatot idén is meghirdették. Pályázni 10-30 oldalas géppel írt, még nem publikált dolgozattal lehet augusztus 27-ig. Ez elsősorban olyan kutatóknak szól, akiknek van egy közel publikálásra érett tanulmányuk, egy mélyebb, valamilyen mélyebb írásuk egy helytörténeti témáról. Tehát ez most kifejezetten a helytörténettel kicsit komolyabban foglalkozó embereknek szól, hiszen a beadott munkák egyik kritériuma is az, hogy irodalom és forrásjegyzéket kérünk hozzá, tehát ennek megfelelően történik majd a zsűrizése is. Folyamatos tehát a munka a megyei levéltárban. A járványhelyzet kezdete óta a kutatószolgálat zárt csak be egy időre, de online ezekre a megkeresésekre is válaszoltak. A hozzájuk forduló kutatók számai le is csökkent, de az ügyfeleké nem, miközben a rendezvények érdeklődőinek száma az online formának köszönhetően megsokszorozódott.